Max Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót, a mikrofonnál Max-et halljátok, és bizonyára hallottátok a reklámjainkban azt, hogy fut egy bizonyos jótékonysági felhívás, vagy ha úgy tetszik, jótékonysági reklám. Én nem szeretem ezt a szót, hogy reklám, mert alapvetően ez legfőképpen promóció a jó ügy érdekében, és ha már a Nevetnikék Alapítványról ennyit hallottatok, akkor itt az ideje, hogy a Nevetnikék Alapítvány vezetőjét is meghívjam ide a Max Rádióba. Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Köműves Glóriát. Szia! Hello, én is köszöntöm a hallgatókat! Örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy, és egy picit tudunk beszélni az alapítványról, mert hogy alapvetően azért nem sokat tudunk arról, hogy ti mivel foglalkoztok, pedig annyira aranyos, amivel ti foglalkoztok. Én imádom ezt, egy kicsit mesélj már magatokról. Hát nekünk úgy indult 14 éve, hogy az önkénteseket csoportjával bementünk a Pécsi Gyermekklinikára a gyerkőcökhöz játszani, akik bent fekszenek, és igazából így ebből nőtte ki magát az a program, hogy már nem csak élményprogramokat tartunk, tehát ugye zenélünk, társasozunk velük, bűvészmutatványokat mutatunk, bármi, ami így eltereli a figyelmüket, hanem most már ugye a kortermeket is mesefigurákkal díszítjük, tehát megpróbáljuk picit színesebbé tenni, illetve játékokat is készítünk nekik, ezek abszolút saját készítésű, vagy mi vagyunk őket, vagy a műhelyünkben mi fűrészelünk, fúrunk, és ilyen kis fajátékokat készítünk, amiket viszont a krónikus betegek egy-egy kellemetlen kezelés után így hazavihetnek magukkal, és most már Pécsen, Szigetváron, Dombóváron és Kaposváron is futnak így a programjaink, úgyhogy most már így több százan dolgozunk így a gyerkőcökért a szabadidőnkben, úgyhogy próbálunk minél több gyerekhez eljutni. Itt tömören ez a lényege, amit mi csinálunk. Na és akkor arról mesélj egy kicsit, hogy 2022. októberében mi történt, hiszen hát nagy dolog volt a ti házatok táján. Így van, ugyanis ugye tavaly az egyik kórház épületét ugye bezárták, és hát nekünk is ott volt a műhelyünk, úgyhogy igazából így majdnem utcára kerültünk, és akkor csináltunk egy nagy gyűjtést, hogy meg tudjuk venni a házat a másik kórházzal szemben, ez a Bajnok utca 8 per át, ami sikerült is, és 11 hónap kemény munkája volt, hogy fel is tudjuk újítani, ez egy nagyon-nagyon romos ház volt, tehát tényleg még a betonozást is megtanultuk, és október 1-én másodikán volt a házavatónk, úgyhogy ennek így nagyon-nagyon örültünk, mert hogy tényleg kemény munka volt így az elmúlt 11 hónap, és a házavatón 200-an jöttek el, akik vagy segítettek önkéntes munkával, vagy pedig támogatták egyáltalán ennek a háznak a megvételét, úgyhogy tartottunk egy nagy bulit, és bár még ugye van egy pince, meg egy emeleti rész is, amit majd még fel lehet újítani, de azt egyelőre most így későbbre halasztottuk, mert azóta viszont próbálunk újra teljes figyelmünkkel a programokra koncentrálni. Hogy csak egy példát mondjak, ugye a COVID-járvány miatt szigetvári gyerekosztály festése nálunk félbe maradt, ezt úgy kell elképzelni, hogy kifestettük a folyosót, kifestettünk 6 kórtermet, és beütött a járvány, és a 7. az fehéren maradt. És igazából most szombaton jutottunk el odáig, hogy egyrészt a járvány is véget ért, másrészt már nem vitte el a figyelmünket a ház, tehát befejeztük, és most szombaton tudtunk eljutni odáig, hogy na jó, akkor visszamentünk, és megcsináltuk ezt a 7. kórtermet is. Ezt nagyon jó hallani. Egyébként, ha jól sejtem, akkor ez a Nyár utca környéke, ugye? Az az épület, vagy a Nyár utca gyerekkórház zárt be, és most a József Attila úti gyerekkórházzal szemben, így a kis mellék utcában lévő házat vettük meg. Értem. És hogy miért kérdezem a Nyár utcát? Hát képzeld el, Glória, hogy én hivatalosan, ugyebár az a nevem, hogy Lantai Tamás. Na, ennek utána is lehet nézni, hogy én hol töltöttem 1975-ben életem első napjait. Hát a Nyár utcában, képzeld el. Oh, wow, igen. Hát igen, annak az épületnek azért egy elég kemény története van, meg múltja van.
Sajnos most már így szeptembertől már nem kórház, így szépen lassan kiköltöztek onnan a gyerekosztályok, és igazából mi voltunk az utolsók, akik így elköltöztek. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem pedig ezt az épületet, meg ott körbe az udvart is. Viszont most van egy házikunk, ahol sokkal nagyobb, hát sokkal, nem olyan hú, de nagy a műhelyünk, de hogy azért nagyobb, mint ami a kórházban volt. Úgyhogy erre szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó is. Így van, pontosan. És hát gyűjtést szerveztek, nem először és nem utoljára, de egy picikét mesélj arról, hogy miről is szól ez a gyűjtés, hiszen oké, megvettétek a házat, lenulláztátok magatokat, mármint költségügyileg, de aztán tényleg nézzünk előre, és nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen ti mire is gyűjtötök. Hát mi most abszolút a programokra szeretnénk. Ugye most a járványhelyzet óta most nyáron lehetett az, hogy új önkénteseket tudunk toborozni, akiket felkészítünk a kórházi munkára. Nekik egy ilyen 2-3 hónapos felkészítésük van, és ez nagyon egyéni képzés, tehát rengeteg hospitáláson vesznek részt. Vannak olyan képzések, amit akár 10 fő is részt vehet, de hogy nagyon sok egyéni képzésen is el kell végezniük ahhoz, hogy tényleg úgy tudjanak dolgozni a kórházba, hogy ezeket a gyerekek biztonságban legyenek, és tényleg át lehessen őket lendíteni. Úgyhogy most ezeknek az önkénteseknek a képzése megy, most körülbelül 15-en vannak bent, és hogyha ők így novemberben ezt így befejezték, akkor szeretnénk így a következő brigádot, ugyanis az a cél, hogy minden nap minden osztályon ott tudjunk lenni. Tehát, hogyha bekerül egy gyerkőc, akár csak egy hétre a kórházba, akkor a délutánok, amikor véget érnek a kezelések, vizsgálatok, az valami könnyebben teljen, mókásabban teljen, és így egymásra fűzzük a foglalkozásokat. Úgyhogy első körben most így ez a célunk, hogy új önkénteseket tudjunk így felkészíteni, a félben maradt mesefalfestéseket is szeretnénk befejezni, illetve hát a kincses ládáinkat, 4 kincses láda van így Pécsen és Kaposváron átadva, ezeket is szeretnénk újra tölteni, hisz már nagyon sok gyerek vitt magának haza bele játékot, de hát azért mindig vannak újak is, akik így bekerülnek. Úgyhogy szerencsére most nem a házra kell gyűjtenünk, viszont a programokra kell. A jövő évi igazából működésre gyűjtünk most. Egyrészt, hogy a programokra, másrészt meg, hogy fenntartsuk ezt a házat, mert azért amikor még a kórházban voltunk, akkor nekünk még nem kellett rezsiszámlát fizetni. Úgyhogy ez is így ránk szakadt így hirtelen, hogy oké, minden karbantartási munkálatot, minden rezsiszámlát most így nekünk kell kifizetni, kigazdálkodni. És így próbálunk nagyon sok mindenen dolgozni is, hogy így pályázni így az alapítvánnyal, illetve ugye a játékműhelyekbe tudnak vállalatok is bekapcsolódni, hogy ők ilyen csapatépítő jelleggel eljönnek, és akkor besegítenek a játékok készítésébe. Erre is van lehetőségük, ilyenkor kifizetik ennek a költségét, illetve most egy közösségi adománygyűjtésbe kezdtünk, ahol így 2 hónapra szeretnénk összegyűjteni a jövő évi büdzséből a működésünkre valót. Ami mondom, viszont így tényleg így a programokra megy, és hogy elérjük ezeket a célokat. Nagyon jó hallani egyrészt, hogy mindig van célotok. Másrészt viszont én, amire kíváncsi vagyok, Gloria, hogy ti azért ott vagytok jó néhányan. Beteg gyerekekről beszélünk. Sokszor nagyon-nagyon beteg gyerekekről. A ti lelketekkel ki foglalkozik? Hogy bírjátok ezt? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis hát vannak pszichológusaink, akik a mi lelkünket is ápolják, viszont rajtuk kívül még nagyon fontos az, hogy amikor jelentkezik egy új önkéntes hozzánk, akkor részt vesz egy kiválasztási folyamatban. Mivel pont azért már, hogy beteg gyerekekkel dolgozunk, ez nem egy könnyű terep a kórházban, és nem is tudjuk ezt feltétlenül mindenkinek ajánlani, vagy javasolni ezt a munkát. Tehát, hogyha a lelkesedése megvan, akkor lehet, hogy mesefalfestő lesz, vagy játékkészítő, viszont van olyan is, akinek még így azt mondjuk, hogy oké, akkor gyere be és tarts velünk programot. Viszont így ezen túl is azért így mindig találkozunk olyan esetekkel, amik lehet, hogy így megviselnek minket is. Első körben, tehát soha nem tartunk egyedül programot, tehát mindig ketten vagyunk, úgyhogy az első az, hogy a társal támogatjuk meg így egymást.
viszont azért van a koordinátor, azért vannak a szupervíziók, az esetmegbeszélők, hogy legyen hova bevinni ezeket az eseteket az önkénteseknek, és átdolgozni, átgyúrni, átbeszélni. Illetve nyilván sajnos vannak olyanok is, hogy el kell búcsúznunk egy-egy gyerektől, és hát nem feltétlenül hazatér, úgyhogy például gyászcsoportjaink is vannak ilyen esetekben. Szerencsére egy ritkán, de hogy azért ők így a szívünkhöz nőnek, úgyhogy nekünk ezzel is így kell foglalkozni. Nem gondolom, hogy egy könnyű teret a kórházban játszani a gyerekekkel, viszont azt gondolom, hogy zömében meg nagyon-nagyon megéri. A legtöbb esetben azt megélni, hogy egy szomorkás, frusztrált, szorongó gyerekhez bemegyek, és 2 óra múlva viszont mi tök jókat röhögünk valami játékon, és úgy búcsúzunk el, ez annyira feltölt minket, és annyira energetizáló, hogy ezért így megéri jövő héten is bemenni. Mert hogy ez azért ad nekünk is erőt. Tehát én azt gondolom, hogy az időnk java részében azért inkább pozitív élményekkel vagyunk tele, a nehézségekkel meg hát így átsegítjük egymást. Igen, most egy belegondoltam a dologba, és az jutott eszembe, hogy az a nagyon jó, amikor a gyerekek mosolyát tudjátok hazavinni, és nem a negatív dolgokat, hiszen sokan vagytok, akiknek otthon is szerető gyermekei vannak, és tényleg az a jó, hogyha mosolyt viszitek haza magatokat, és amikor így belegondolok abba, hogy adott esetben történik egy negatív történet, és az bizony nektek nem szabad hazavinni, na ilyenkor van az, hogy a ti lelketeket is kell egy kicsit ápolni, és egy kicsit tudtok töltekezni abból, ami a múltban ott van. Hiszen az a rengeteg sok gyerek mosoly, akiknek a szomorúsága az mosolyra változott, ez egy picikét talán segít nektek abban, hogy átvészeljétek a nehezebb időszakokat is, de ennek ellenére én azt mondom, hogy le a kalappal, mert hogy egy baromi nehéz, amit ti csináltok, de komolyan. Nem könnyű, az biztos, de azt gondolom, hogy a nehézségekben is, azon túl, hogy ugye vannak nagyon pozitív élményeink, azokban a nehézségekben is meg kell találni igazából azt, ami így erőt ad. Tehát, hogy most mit tudom én, volt nekünk egy olyan kisfiú, mert akit 3 éven keresztül látogattunk, mi tanítottuk meg olvasni, mi tanítottuk meg számolni, és lehet, hogy nem tudott ő felgyógyulni végül, és őt például így nagyon-nagyon megsirattuk, mert nagyon megszerettük. Viszont az, hogy az élete utolsó 3 évében olyan életminőséget tudtunk neki adni, ami tele volt örömforrással neki is, meg nekünk is, azért meg így azt gondolom, hogy még a nehézségekben is nagyon-nagyon megéri ezek mellett, a gyerekek mellett ott lenni. Nekik is élmény, de hogy tényleg nekünk is. Tehát például, amikor egy izomsorvadásos gyermek, aki csak fekszik az ágyban, az annyira meg tud örülni valaminek, hogy így az egész testén látom azt, hogy így remeg örömében, hát az nekem is egy akkora élmény, hogy így azt mondom, hogy top 10-es életélmény, és hogy így megéri ezekért így itt csinálni. Vagy például, amikor a járványhelyzetben nem engedtek be minket a kórteremben, de hogy az ablak alá mentünk, és így a teraszra is ott adtunk szerenádot. És hogy azt megélni, hogy igen, ott vannak azok a gyerekeink, akik tényleg nagyon régóta bent vannak, és hirtelen elvágják a kapcsolatot, és látom azt a csapaton, hogy de nem adjuk fel, és nincs lehetetlen, és akkor keresünk egy másik megoldást, és végül összejött a csapat, ott majd lefagyott a kezünk egyébként gitározás közben, viszont így elkezdtünk énekelni, és amikor azt látjuk az ablakon keresztül, hogy azok a gyerkőcök is elkezdenek velünk énekelni, és hogy fú, tehát ezekért szerintem nagyon-nagyon megéri élni, és nagyon megéri ezekért csinálni, és hogy én ezt akarom csinálni, én ezt szeretném folytatni minden nehézség ellenére is ezekért a pillanatokért, úgyhogy így nagyon kérem a hallgatókat, hogy támogassanak minket ebben, mert
mert tényleg jó dolog, és tényleg azt gondolom, hogy picit ettől szebb lesz a világ, és amúgy meg senkinek a gyerekével ne találkozzunk ott, hisz az a jó, hogyha üres a kórház, igen. De ha meg mégis, akkor meg lehessenek ott az önkéntesek, egy jól felkészített önkéntes bagázs, akik mellett azért ott vannak a pszichológusok is, hogy a gyerekeket is át tudják segíteni ezeken a nehézségeken. Hát igen, nézegettem a nevetnikék.hu oldalt, a ti weboldalatokat, és a Megszári hallgatónak is azt mondom, hogy nézzétek meg, kedves hallgatók, és a galériába menjetek be, és nézzétek meg azt a rengeteg boldog mosolyt a gitárral, amiről most az előbb Gúria beszélt. Tehát a gitározástól kezdve mindent meg tudtok nézni. Annyira aranyos fotók vannak fönn tényleg, és nézzétek meg, és természetesen ott vannak a támogatási lehetőségek is, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a Nevetnikék Alapítványt, mert hogy mi mindannyian azért küzdünk, hogy a gyerekeknek jobb legyen, hiszen ez a lényeg, és azt hiszem, hogy ebben ti, Gloria, nagyon nagyot alkottatok az elmúlt sok-sok évben, és remélem, hogy még sok-sok éven keresztül itt lesztek a gyerekekkel együtt, és minél több gyereknek mosoly csaltok az arcára, mert alapvetően pontosan ez a cél, tudjátok, a mosoly az gyógyít, a nevetés egészséges, ezt mindig el szoktam mondani például a Max Comedy című műsoromban is, de ez most nem az a műsor, viszont azt hiszem, hogy a nevetés az abszolút ide tartozik, főleg, hogyha gyerekekről van szó. Gloria, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a jövőben, és remélem, hogy még nagyon-nagyon sok gyereken tudtok segíteni. Nagyon szépen köszönjük, és minden erőnkkel azon leszünk. Oké. Kedves Megszári hallgatók, az elmúlt percekben a Nevetnikék Alapítvány vezetőjét, Könyvér Glóriát hallottátok. Gloria, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszi, sziasztok! Szia-szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.